megfigyeltem, hogy általában a nézők bármit elkövetnek, csak gyógyszert ne kelljen szedni. Mindenféle füves asszonyok füveit, különféle kétes, gyanús portékákat fogyasztanak, inkább kapszula árusokat tesznek milliárdosokká, sem hogy gyógyszert kelljen bevenni. Jó rendben, valamikor léteznek alternatívák, bár a csoda kapszulák pont nem azok. A minap írt egy néző a szarvas placenta kapszuláról nem hiszem el, miknek az emberek. Ezért aztán úgy gondoltam, hogy fontos lehet egy olyan videó, ami megmutatja, hogy milyen természetes módokon lehet megoldást találni az egyik leggyakoribb állapotra, a magas vérnyomásra. Mint bármilyen korság esetén, itt is a megelőzéssel. Sokkal jobban jársz, ahhoz képest, hogyha kivárod, amíg bajod lesz. Tehát ezeket érdemes elkezdeni már akkor is, ha épp fiatalabb vagy, illetve ha még nem alakult ki magas vérnyomás betegség. Úgyhogy figyelj nagyon! Mindjárt az elején elmondom, hogy ezt ne úgy tekintse valaki, hogy egyből eldobja a gyógyszereit, ha már vérnyomás csökkentő gyógyszerekre van szüksége, rá van állítva, csak akkor hagyja abba bárki a vérnyomás csökkentő szedését, hogyha azt a kezelő mondja, ugyanis a magas vérnyomás az első és legfontosabb oka a stroke-nak, azzal pedig nem érdemes játszani. A megfelelő szerekkel jól állított vérnyomás pedig a hosszú élet titka, szóval ha valaki már rajta van ilyen gyógyszeren, akkor melléje kezdje el ezeket a technikákat, akinek pedig alacsony a vérnyomása, ne panaszkodjon, hanem adjon hálát a jó sorsának, miközben kibalag a konyhába és főz magának egy kávét. Meg lehet csinálni, hogy elkezdeni ezeket a technikákat és figyelni. Amennyiben működnek, az megy lejjebb a vérnyomás, akkor megbeszélne a kezelőorvosa, hogy lehet-e csökkenteni a vérnyomás csökkentők mennyiségét, oké? Okay? Itt most természetes dolgokról lesz szó, melyeket bárki nyugodtan megvalósíthat, kipróbálhat, mert nem fog a vérnyomás lejjebb menni a normál értéknél. Ugyanis a vérnyomásnak van egy sajátos tulajdonsága az, hogy amikor magas, akkor csökkenthető, de ha normális, akkor nem fog lemenni, ha csak valaki vadul túl nem tolja a gyógyszereit. Tehát attól biztosan nem kell tartani, hogyha valaki sikeresen alkalmazza a következő technikákat, akkor lezuhan a vérnyomása. Ráadásul a legtöbb javasolt módszer ingyenes. Mielőtt belevágunk, szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy a csatornálandó állandó támogatója az Ormas Intézet komoly vérnyomás szakrendeléssel is rendelkezik, az Ormas Intézet elérhetősége pedig a videó alatti leírásban megtalálható. No, a szisztolés, vérnyomásodat akár 40 ponttal a diasztolés értéket, tehát a második értéket pedig 10-15 ponttal is csökkenteted természetes módszerekkel. Tudom, hogy ez ellentmondásos, mert sok ember azt gondolja, hogy ja Istenem, magas a vérnyomásom, és 3-4 különböző vérnyomás csökkentőt kell bevennem, hogy valamennyire lemenjen, biztos nincs remény. Érdemes azért megnézni a videót, van 10 természetes módszer, amivel próbálkozhatsz. Ahogy mondtam, a legtöbbje teljesen ingyen van. De végülis mi rossz történhet? Ezek olyan természetes dolgok, amelyek egyébként is elősegítik az egészséget. És ha mégsem hatnak a vérnyomásra, akkor se veszed semmi. Na vágjunk csak bele az első tényező, melyet változtathatunk, hát ugye ez a testsúly. Na most biztos jön megint valami fotelhuszár, hogy mit dumálok én, hogy dagat vagyok, másokat meg arra biztatok, hogy fogjanak le. De most nem nyitok vitát, mert ez ügyben lesz később egy videó, majd akkor. Az erek hálózata a testben szükségesé teszi, hogy a szív egy bizonyos nyomáson küldje a vért, hogy ez mindenhova eljusson. A szívnek keményebben kell dolgoznia, ha a test nagyobb, mivel több az érhálózat a zsírszövetben, és ezek ellenállást jelentenek. Azokon is át kell passzírozni a vért. Mennyit tud a fogyás használni? Hát minden ledobott kiló után a szisztolés nyomás egy higany milliméterrel csökken. Hát ez frusztrálóan kevésnek tűnik, ugye? Ha azonban belegondolunk, ez azt is jelenti, hogy ha valaki 10 kilót ad le, az 10 higany milliméter és jelent a vérnyomásban, és az már úgy marad. Most kérem a soványokat, hogy ne reklamáljanak, hogy nincs onnan fogyni 10 kilót, tehát nyilván ez a módszer nem nekik szól. Ugyanis a sovány embereknek is lehet magas vérnyomása. Második módszer, ez jó ellentmondásos, mert mindenki ragaszkodik a saját megszokásaihoz, és ha azzal ellentéteset ha hall, akkor megsértődik, hogy vagy én vagyok a hülye. Vagy mindig annak akar hinni valaki, aki azt mondja, amit az illető hallani akar. Erre épülöm, különböző levevő marketingek, kapszulárosok, csodaszerek, politika. Én meg ugye mondok valamit, ez egy kicsit változtatni kéne a szokásokon, akkor jön, hogy én így, meg úgy. Csak az nem jut eszébe az illetőnek, nem, amikor itt durrog nekem, hogy nem tud felmutatni semmilyen portékát, amit rá akarok tolni, tukmálni, nem árulok se szereket, se a zöldséges maffia nem támogat, hogy a növény alapú táplálkozást ajánlom itt. De biztos vagyok benne, hogy kapok majd néhány megjegyzést a következővel kapcsolatosan is. A kutatás azonban rendkívül egyértelmű, az emberek többség esetén nevezetesen, hogy a só nem jó hatással van a vérnyomásra. Lehet, hogy nem minden emberre igaz ez, de nagy többségre igen. Minden gram só csökkentés 5 higany milliméterrel csökkenti a és vérnyomást. Ha valaki egy átlagos nyugati stílusú étrendet követ, jelentősen csökkenthető a vérnyomás csak ezzel. Az ajánlások nem azt jelentik, hogy teljesen sótlanul kell lenni, tehát félreértés ne essék. Erről volt már sóról szó, és akkor mindegy, ó, már a sótlanul lenni milyen rossz. Nem. Csak hagyjad abba a sós ételek túlevését. Ez általában a csomagolt élelmiszerekben, feldolgozott élelmiszerekben van jelen. Ha természetes ételeket eszel, még mindig épp elég só lesz az étrendedben itt kérek minden sórajongót, hogy tartsa magában a másol tévesen ráerőltetett sóevési ötleteket. Nem kell sok sót tenni. Sőt, nagyon káros. Most a harmadik ilyen a kálium, és nem véletlenül a só, tehát a nátrium után említem. Nagyon kevesen fogyasztunk belőle eleget. Valójában szinte senki, ha valaki nem akarja, hogy magas vérnyomása legyen, a kálium az egyik első, amire gondolni kell. Nem csak a magas vérnyomásban van szerepe, hanem a vesebetegségben, csontritkulásban, szívbetegségekben, szívelégtelenségekben. Tehát erre nagyon oda kell figyelni. A nátrium és a kálium a két leggyakoribb és legfontosabb elektrolit az emberi szervezetben. Nem beszéltünk a káliumról anélkül, hogy a nátriumról ne beszélnénk. Ennek az az oka, hogy a szervezetünkben nem csak egyenlő mennyiségű kálium és nátrium van, hanem a fő folyamatokban együtt vesznek részt. A nátriumot a sejteken kívül találjuk a véráramban, a sejtek közötti folyadékban, míg a kálium a sejtek belsejében van, és ez létrehoz egy feszültséget a sejtmembránon keresztül, amelyet például arra használunk, hogy idegi jeleket küldjünk az izmak összehúzására, vagy mindenféle egyéb célra jelzéseket adjunk le a testünkben. Ezen alapszik a sejtjénk működésének és egymással való kommunikációjának egyik fő módja. És honnan származik a nátrium és a kálium? Nos, hát az étrendünkből. Az emberi evolúció kb. két és fél millió évében kb. tízszer több káliumot kaptunk, mint nátriumot. Így az átlagos barlangember kb. 500-700 mg nátriumot kapott, és 8000-10000 mg káliumot. Valószínűleg nem is volt magas a vérnyomása. A mai ember ugyanis messze nem ilyen arányban kapja ezeket. Az évmilliók alatt kilakult szabályozó rendszerek azonban nem álltak át a napjainkra jellemző másfajta bevitelre. Minden természetes élelmiszer, a gyümölcsök, a zöldségek, húsok, halak, mindegyike nagyon gazdag káliumban, és nem sok nátriumot tartalmaz. A vesénk emiatt úgy van kialakítva, hogy kivigye a szervezetből a káliumot, viszont visszatartja a nátriumot. Ez az, amit mondtam. A szabályozó rendszer arra épül, hogy sok kálium érkezik, és csak kevés nátrium az a só. De ez a mai világban már megváltozott. És a vérnyomásunk szabályozására is ez a rendszer működik. A vesénk olyan hormonokat választ ki, mint a renin és az angiotenzin, amelyek szabályozzák a vérnyomást a felesleg ürítésével, vagy a nátrium és víz visszaszívásával, ha éppen növelni kell a vérnyomást. 98,6% az emberiségnek nem fogyaszt elég káliumot, bármennyire is egészségesen táplálkozik. A kálium mennyiségének napi 4000-5000 mg emelése végülis egyszerű és kivitelezhető, és amiben megtörténik, rendkívül nagy hatása van a vérnyomásodra. A káliumhiányos étrend miatt akár még azt is lehet mondani, hogyha valaki vérnyomás csökkentőt akkor gyakran csak a káliumhiány kezelésére szed gyógyszert. Hogy lehet elegendő káliumot bevinni? De csak annyit kell tenned, hogy elkezded lecserélni a gabonaféléket és az abból készül dolgokat, hogy kenyérfélék például, és a tejtermékeket, amelyekben alacsony a kálium, és elkezded felcserélni őket gyümölcsökkel, zöldségekkel, húst, halat is lehet többet tenni de csak annyit, mint a vadászó gyűjtögető étrendben annak idején ették a, azok az emberek. Tehát nincs itt semmi túlzó mennyiség. Nem kell káliumot enni külön, nem kell kálium kapszulákat keresgélni. A sok káliumot tartalmazó diéták jó példa a mediterrán étrend. Vannak kutatások, amelyek alátámasztják, hogy napi 5 g kálium 5 higany milliméterrel csökkentheti a szisztolés értéket. És ha csökkented a bevitt só, tehát a nátrium mennyiségét, és közben növeled a kálium szintet, akkor egyből 10 higany mm milliméter csökkenés lesz az eredmény. Mert ezek általában a kéz a kézben járnak. A növény alapú étrend a lényeg. Az élelmiszerek 80%-a legyen zöldség, ilyenkor óriási mennyiségű káliumot teszünk meg, de kevés sót, tehát nátriumot. És ne feledjük el a magnéziumot se az ilyen étkezésben. Megint az van, hogy egyszerűen nem eszünk elég magnéziumot tartalmazó ételt. Például sok ember, aki fogyókúrázik, az ország nem kap elég magnéziumot. Az ajánlat napi bevitel átlagosan 300 mg körül van, de ez függ a nemtől, a magasságtól és a testsúlytól is. Egy nagyobb embernek nyilván több magnéziumra van szüksége. Én személy szerint magnézium kiegészítőt szedek, itt van mi, segít elaludni, tehát este veszem be, magnézium glicinát. Most vigyázat, igen sokféle magnézium vegyület van forgalomban, árulják őket, nem mind jó. A magnézium glicinát, magnéziumra és glicinre bomlik, tehát van egy járulékos, kedvező hatása a glicinre. Tehát elteszem, mert nehogy valaki azt így hogy pont ezt a márkát reklámozom, mert nincs ilyenről szó. Aztán táplálékból is lehet e, beszerezni ezeket. Például egy adag, mondjuk 30 g tök mag, az 168 mg-ot tartalmaz mandula, szárazon pörkölve, 30 g, 80 mg tartalmaz. Spenót megfőzve egy csésze 156 mg tartalmaz. Tehát egy kis tökmaggal, spenóttal gyakorlatilag meg is van az egész napi magnézium mennyiség. Akinek viszont az oxaláttal gondja van, az legfeljebb a tökmagot tegye, tökmagolajban viszont nincs benne a magnézium, tehát a tökmagolaj az nem elegendő tökmagot kell lenni az elegendő magnézium kb. 2 higany mm csökkenti a szisztol és vérnyomást. És a vérnyomáson kívül sok más előnye is van, de erre majd egy külön videóban visszatérek. Az ötödik ilyen technika a halolaj. Az omega-3 zsírsav, ami ebben van, ebből körülbelül 1 gram kell naponta, és ennyit beveszel, akkor körülbelül 5 higany mm milliméterrel csökkentető a szisztolés érték. Az omega-3 zsírsavaknak vannak más jó hatása is, de a mai videó téma nem ez, úgyhogy ebben nem megyek most bele. A hatodik tényező az alkohol. Nulla alkohol körülbelül 4 5 milliméterrel csökkenti a vérnyomást. Erről részletesen volt szó az alkohollal kapcsolatos videómban, ezért ezt nem részletezem most, viszont a videó végére beteszem ezeknek a linkjét. Volt egy időben nem is olyan régen, hogy a mértékletes ivás, például egy pohár bor még hasznos is a szív- és érrendszeri betegségekre. Hát ez valamilyen mediterrán diéta melléktermékeként keletkezett ez az ötlet, de valójában nem bizonyították be. Úgyhogy alkoholt azt inkább ne. Még egy pohárral se mondom benne van abban a videóban. A hetedik módszer a testmozgás. Ennek az igazi előnye a hormonai, hormonjainkra gyakorolt hatás. Heti 150 perces séta elég, elős volt már szó korábban. Ez egyszerűen hétfőtől pénteki napi 30 perc sétálás, gyaloglás, az nem sok. Hétvégén meg lehet henyélni. Na most ez kardió gyakorlatnak számít, és akár 5 higany mm is csökkenti a vérnyomást. A kerékpározás is jó, az is csökkenti a vérnyomást. Igen, kevés testmozgás kell ahhoz, hogy hatással legyen a vérnyomásra. Járólékos előny, ha a mozgás javítja az inzulinrezisztenciát. Tehát két legyet ütünk egy csapásra, hogyha mozgunk, inzulinrezisztencia, vérnyomás mind a kettőre jó hatással van. A nagy intenzitású edzés viszont csak azoknak való, akik már eleve sportolnak, de annak ellenére, hogy a magas intenzitású intervallum edzés jótékony hatással van a magas vérnyomásra, Valószínűleg okosabb, ha az átlagember, pláne idősebb, alacsonyabb intenzitású gyakorlatokat végez csak. És persze a korábban mutatott izometrikus torna, például a kézzelszorítás, vagy a falnak dőlve ülés is kiváló. Azt a videót pedig itt lehet látni, de aztán utána gyere vissza, mert még nem fejeztük be. A nyolcadik módszer a meditáció, vagy a különféle mély technikák. Egyes embereket persze jobban frusztrálja, meditálni próbálnak. Vannak, akik például nem tudnak mélyeket lélegezni, mert nehezen vesznek levegőt az orrukon keresztül. Akkor ők ne csinálják. Most lehet, hogy azt mondja valaki, hogy múltkor jó beszóltam a hagyományos gyógymódoknak, pedig nem erről van szó, a meditációs és légzőgyakorlatok jó bevizsgált működő módszerek relaxációra, stresszoldásra, Mindössze 5 percre van szüksége erre, naponta egyszer jó mélyeket lélegez az ordon keresztül. Ha nem megy, akkor a szárdon keresztül. Kipróbáltad a meditációt úgy is, hogyha nyugodtan ülsz, leülsz egy csendes helyen, és gondolkodsz kb. 5 percig. Már az is nagy változást hozhat a vérnyomásban. És sok embernek ez is segíthet a stresszoldásban nekünk ki lehet próbálni, megméred a vérnyomásodat, és úgy le, ha van ilyen vérnyomás otthon, kicsit magasabb, kicsit leülsz, kicsit relaxálsz, légző gyakorlat, nyugi, izé, megméred még egyszer, le el fog menni. Itt van a kilencedik, amiről végül is nincs kutatás, de ahogy a meditáció, a légzésgyakorlatok segíteni tudnak a vérnyomás csökkentésében, ez a technika talán még átfogó erre a célra. Ez a dolgokhoz való hozzáállás kiigazítása. Ez az, ami segíthet. Ez azt jelenti, hogy abba kell hagyni a folyamatos aggódást mindenért. Én pedig igyekszem mindenben megtalálni a humort. Érthető, hogy bizonyos körülmények megnehezítik ezt. Mennyi lesz az áramszámla, már megint többek kerül a ki tudja mi. Mondhatok én itt okosakat, de csak annyit mondok, hogy amint tudsz változtatni, azt tedd meg, amin nem, azt meg hagydott. És ezt bár én gyakorlom, nem én találtam ki. A tizedik az az, hogy hát képzeld el, hogy vannak olyan élelmiszerek, amelyek pár órán belül jelentősen tudják csökkenteni a vérnyomást, és ez a csökkenés hosszú ideig akár 24 óráig is eltarthat. Ilyen például a spenót és a cékla, különösen a cékla lé rendkívüli mértékben csökkenti a vérnyomást. És a spenótra mindig jön valaki, hogy egy új vesekő lesz tőle, Na, amennyi spenótot általában megeszik valaki, attól nem lesz semmi. De a legtöbb embernek attól se lesz vesekőve, ha jóval több spenótot fogyaszt mint az átlag. Tavasszal spenót, összetéren cékla. Ha valaki tudja, hogy vesekőre van hajlam, akkor ne egye, ennyi. A céklával annyi gond lehet, hogy cukorbetegnek figyelni kell, mert azért van benne cukor elég, tehát abban azért annyira túl sokat ne a cukor miatt. És van egy 11. ami tulajdonképpen hát ez a dohányzás. A dohányzás elhagyását ide teszem hogy a cigaretta az, az kiváló érszűkítő, nyilván az elhagyás pedig értágító, és akkor szűk az ér, akkor ugye nagyobbat kell pumpálni a, a, szívnek, az egész érrendszerre nagyobb nyomás nehezedik, tehát megnő a vérnyomás, el kell dobni. A férfi mondom azt is, hogy cigi vagy cövek, a döntés a te kezedben van. Ha látni akarod a korábbi vérnyomás hek videómat, ide kattintva megnézheted. Ha pedig a magas vérnyomás legfőbb veszélyéről akarsz többet tudni, az alsó képre kattints. Jó éjszakát!